Holnap kezdődik a Szépek Hungary Budapesten. A jobboldal egyik legnagyobb nemzetközi találkozójának főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök lesz. A konzervatívok nagy gyűlésére a világ legismertebb jobboldali vezetői, kutatói és influencerei látogatnak el, hogy szabadon eszmét cseréljenek a világot érintő legfontosabb kérdésekben. A rendezvény legfontosabb üzenete idén, hogy a jobboldali erők egységesen álljanak ki a béke mellett, amelyhez változásra van szükség Európában és Amerikában is. A témát Titanilla folytatja. Ezen indítjuk a ma esti beszélgetések sorát. Köszönjük szépen Szintiának a felvezetést, és első vendégünket köszöntöm is a stúdióban, Lelkó Fannit, az Alapjogokért Központ elemzőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mert harmadszor lesz konzervatív politikai akció konferencia, azaz CPEC Budapesten, az Alapjogokért Központ szervezésében ezúttal is, ugye ők indították útjára azt, hogy legyen itt Budapesten, Európában is CPEC, és ez ugye 3 évvel ezelőtt meg is valósult az első, és most már a harmadik kezdődik holnap. Ez egy kétnapos találkozó, egy kétnapos seregszemle. Mi a rangja, mi a jelentősége ennek a rendezvénynek? Mit kell tudni róla? Ugye CPEC Hungary lényegében a béke zászlaját lebegteti abban a mocsárban, ami körülvesz minket, ugye pont az az egyik mottója a konferenciáknak, hogy lecsapoljuk a mocsarat, mind Brüsszelben, mind pedig Washingtonban, ugyanis az a fő cél, hogy a jobb oldal minél jobban meg tudjon erősödni, és a globalista erőkkel szembe tudjon szegülni. Ugye nagyon sok részvevője lesz a konferenciának, csak hogy egy pár számot mondjak, most idén 3000 fő fog részt venni a konferencián, ebből 500 fő külföldi, tehát minden eddiginél nagyobb az érdeklődés a konferenciánk iránt, emellett pedig 6 kontinensről érkeznek beszélőfejek, szószólók, politikusok, influencerek, tehát rengetegen itt lesznek, 140 sajtómunkatárs lesz ott, a világ különböző médiumától érkeznek, tehát nagyon nagy volt az érdeklődés, és egyértelműen az a cél, hogy megmutassuk azt, hogy a jobb oldal nagyon is erős, és ugye pont az volt az egyik kiinduló pontja ennek a konferenciának, hogy a jobb oldal is minél nagyobb hálózatot ki tudjon alakítani, ugyanis arról van szó, hogy jobb oldalon korábban nem volt egy olyan nagy nemzetközi összefogás, mint ami most van, amit az elmúlt években sikerült kialakítani. Most azt láthatjuk, hogy több think tank, agytrözt, több politikai erő a jobb oldalon most már egyre többet kezd együttműködni, egyre több olyan közös értéket tudnak lefektetni, mint amit mi a CPEC Hungaryn is lefektetünk, ez ugye az Isten, Haza, Család hármasa, és ezek azok a közös célok, aminek érdekében együttműködünk, és amiért harcolunk. A közös együtt gondolkodásban, a hálózatépítésben mekkora szerepe van a CPEC-nek? Ugye 70-es évek óta létezik ez Amerikában, ugye Magyarországon 2022-ben, vagy Európában, és egyben Európában is egyébként 2022-ben volt az első. A közös, hogyha azt mondom, hogy akár a transatlanti konzervatív jobboldali kapcsolatoknak a kiépítése, megerősítése terén milyen szerepet játszik a CPEC? Ja, ahogy ön is mondta, 70-es évektől kezdődött el ez a konferencia sorozat, és először csak Amerikában, de aztán később ez megjelent Ázsiában is, és most Európában is, először Magyarországon, és egy nagyon nagy igény van arról, hogy ez a hálózat bővüljön, és minél több országban egy CPEC Hungary kerüljön megrendezése, hiszen pont azt látják a jobb oldalon, hogy mennyire is hasznos egy ilyen együttműködés a közös politikai szintéren, akár az Európai Unióban is, ugye pont az a cél, hogy egy olyan európai egységet tudjunk kialakítani, ami az elmúlt évben szétzilálódott, és hiszen azt láthattuk, hogy több jobboldali párt is inkább egy ilyen balra tolódást mutatott az Európai Parlamenten belül, és ez az, amit a mi jobboldali közösségünk szeretne megakadályozni, hogy ne történjen egy balra tolódás, hanem ezek a jobboldali értékek kerüljenek rögzítésre, és ezek a jobboldali értékek mentén alakuljanak ki a közös értékek, a közös politikák. Említette már itt a mottót, hogy csapoljuk le a mocsarat, és ugye a másik ilyen motto vagy jelz, az a Wokebusters. Ez mit akar egészen pontosan? Ez pontosan azt jelenti, hogy ugye vóktalanítunk, ugye így ezt a kifejezést szoktuk még használni, ugyanis azt látjuk, hogy a globális befolyásolás, a globális ideológiáknak a térnyerése egyre inkább a nyugaton is megjelent, Nyugat-Európában, Amerikában egyaránt, és egyre több olyan globális ideológiát erőltetnek ránk, mint például a gender ideológia, vagy a nyílt határoknak az ideológia, hogy minél több migráns fogadjanak be, akár az Európai Unióban, akár Amerikában, és vannak, és ezek a globális értékek mellett kiállnak ezek a nyugati vók
csapathoz tartozó emberek, politikusok, és pont az a lényeg, hogy mi megmutassuk, hogy nekünk is van egy olyan közösségünk, aki ezzel nem ért egyet, és aki ezzel szembeszáll. A konferencia főszónoka Orbán Viktor miniszterelnök lesz, de a tengeren túlról, illetve Európából is érkeznek vezető politikusok, véleményformálók, elemzők. Kik a legnagyobb nevek? De ugye jelenleg úgy néz ki a felállás, hogy két miniszterelnök is fel fog szólalni Európából és a világból. Ugye egyik Orbán Viktor magyar miniszterelnök, illetve emellett Georgia miniszterelnöke is ott lesz, valamint több volt miniszterelnök is ott lesz, ilyen például az ausztrál, a cseh vagy a szlovén, de más vezető politikusok, politikai pártoknak a vezetője is ott lesz, ilyen például Geert Wilders, akinek a pártja a legnagyobb támogatottságot nyerte el a tavalyi holland választásokon, vagy ott van a Vox elnöke is, aki ugye Spanyolországban képviseli a jobb oldalt. És akkor van egy másik témánk is, egy hete volt Brüsszelben a Nemzeti Konzervativizmus Konferencia, NATCON, amely egy picit talán a CPEC ki európai kistestvérének is tekinthető, vagy úgy is magyarázható, hogy mi ez pontosan, hogy európai jobboldali politikusok, elemzők találkoztak itt is, és némi ellenállásba ütközött ez a rendezvény, mert hogy egyrészt a harmadik helyszínen sikerült csak megtartani, mert a másik két rendezvény helyszínről hát úgymond kitiltották ezt a konferenciát, majd a harmadik helyszínen is az egyik brüsszeli kerület polgármestere azt mondta, hogy biztonsági okokra hivatkozva nem lehet megtartani, és akkor végül egy az ügyben eljáró bíróság ezt felülbírálta, és végül engedélyezték, és meg lehetett tartani a konferenciát, de elég rögös volt ez az út egészen addig, hogy megvalósult ez a rendezvény. Mi a véleménye erről az esetről? Még Brüsszelben betiltják a jobboldali hangokat, addig Budapesten ünneplik ezt, és hát az, ami Brüsszelben történt, ez példátlan és felháborító, hogy egyáltalán egy ilyennek teret engedtek az Európai Uniónak a fővárosában, egy ilyet egy polgármester meg tudott tenni, de ugye a bíróság is kimondta, hogy ez abszolút a gyülekezési joggal ellentétes volt, és az Európai Unió alapértékeivel is ellentétes volt. Az egyébként bevándorló hátterű polgármesternek ezen döntése, hogy a vele politikailag egyet nem értő hangokat, politikusokat megpróbálja betiltani, és hát Budapesten ez nem történhet meg, Budapesten többféle tüntetés van, minden oldalról mindenki szabadon ki nyilváníthatja a véleményét, és ez most így lesz a CPEC Hungary-n is, ahol a jobb oldal fogja megmutatni az erejét. Az ügyben egyébként Gál King, a Fidesz európai parlamenti képviselője levélben fordult az európai parlament elnökéhez, Roberta Metsolához, és szerették volna, hogyha a képviselőasszony, illetve a hozzá csatlakozott jobboldali politikusok, képviselők szerették volna, az Európai Parlament napirendre veszi és tárgyal erről az ügyről, a NATCON-nak a kis ilyen betiltásáról, de végül ez nem valósult meg. Vajon miért nem akarta napirendre venni az Európai Parlament ezt az ügyet? Jelenleg az Európai Parlamentben baloldali többség uralkodik, és pont ugye ebből következik az, hogy a jobboldali értékekért, a konzervatív értékekért kiállókat nem támogatják, és nem is támogatnak olyan határozatokat vagy indítványokat is, amelyek a jobboldal mellett állnának ki. Nekik sokkal fontosabb az, hogy egy bevándorlópárti vagy háborúpárti nyilatkozatot, illetve háborúpárti határozatokat fogadjanak el az Európai Parlamentben, mintsem, hogy a saját uniós értékeikért kiálljanak. Lajkó Fanninak köszönjük, hogy a vendégünk volt. Köszönöm.